Köszöntjük nézőinket a Neked című magazin műsorunkban. Mai adásunkban egy nagyon fontos és aktuális témáról, az orosz-ukrán háborúról fogunk beszélgetni. Az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus már évek óta tart, és egyre súlyosabb. Mai adásunkban különleges vendégekkel beszélünk arról, hogyan élik meg a háborút. Az orosz-ukrán konfliktus következményei széles körű hatást gyakorolnak Ukrajna egész lakosságára. A következő néhány percben Gál Viktória egy kárpátaljai magyar szemszögéből nyújt betekintést az eseményekre. Milyen nehézségekkel küszködik a lakosság Kárpátalján most a háború ideje alatt? Háború ideje alatt szerintem a legnagyobb ilyen küszködés volt az ugye a háború elején az, hogy nem volt benzin, tehát az emberek nem tudtak tankolni, elkezdődött a pánik. Ugye volt egy olyan időszak a boltokban, a bevásárlóközpontokban, hogy nem volt élelmiszer, vagy ha volt, olyan, amit tehát így senkinek se kell. Tehát is ugye volt az az időszak, amikor anyával elmentünk bevásárolni, és nem tudtuk, hogy mit vegyünk. Tehát ugye fel volt írva egy cetlire, hogy mit is kell vásárolnunk, de már mentünk, és üresek voltak a polcok, mintha valami filmbe kerültünk volna, ahol minden eltűnt. Ugye mostanság pedig az volt, hogy a télen, ami a legnehezebb volt szerintem, 20 órákat nem volt áram. Húgomnak például az, hogy az iskolában légiriadók alatt villany nélkül pincébe tanulni. Tehát a pincébe le kellett nekik menni, és volt olyan, hogy napi 4-szer mentek le a pincébe, tehát jóformán nem is kellett volna vinni a gyereket iskolába, mert a pincébe töltötte az idejét. Ugye az is sújtotta, hogy a menekültek jöttek, tehát ugye már első nap, amikor kitört a háború, akkor is már nagyon sok menekült érkezett hozzánk, és én is voltam az a személy, aki besegített a menekülteket, tehát szállásolni, vagy esetleg valami meleg étkezést adni a vasútállomásokon, vagy bárhol a határközponti részeken, tehát valami meleg ételt adni, mert volt olyan, aki több mint 20 órás utat tett meg, és messzebb régióból érkezett, ami hozzánk azért egy nagyon nagy út. Azt szeretném kérdezni, hogy van olyan hozzátartozód vagy családtagod, akit érintett a besorolás? Sajnos igen, van olyan családtagom, édesapukám. Ő 2014 óta katona, ahogy elkezdődött a háború. És ugye február 24-én önkéntes katonaként ment ki a háborúba. Erről én áprilisban tudtam meg véglegesen, hogy apu tényleg harcol. Ugye nem akartam mondani azért, hogy ne ijesszen meg, hogy ne azzal teljenek a napjaim, hogy érte aggódok. De úgy adta az élet, hogy apu kint harcolt, és február 13-án értesítettek, anya felhívott, hogy sajnos jött egy levél nekünk, hogy édesapám ő eltűnt a harc közepette. Mai napig nem tudjuk, hogy hol lehet, életben van-e vagy nem. Sajnos ez nem tehet. Nem a legjobb pillanat az életben, amikor felhívnak, hogy édesapukád eltűnt, és nem tudod, hogy látod-e még valaha, hallod-e a hangját, vagy látod-e a mosolyát. Tehát én meg ugye szemem láttára láttam most, hogy otthon voltam Kárpátalján, hogy a férfiakat besorozzák, tehát megy az utcán, és bedobják a kocsiba, és viszik. És sajnos így nagyon sok embert visznek el. Tehát egyrésztből megértem, mert ugye cserekkel a többinek, aki ott harcol, de másrésztből pedig nagyon sok olyan embert visznek el, aki nem szeretne ebbe beleavatkozni, tehát ebbe az orosz-ukrán háborúba. És apa azért ment ki, hogy védjen minket is Kárpátalján, mert neki az volt a legelsődleges célja, hogy ez ne jusson el Kárpátaljáig, hogy ne éljük át mi ezeket a harcokat, amik ők élnek át. És hogy érzed, van egyfajta félelem a fiúkban, a férfiakban?
attól, hogy ugye elkapják az utcán is. Mindenképp van, ugyebár azért, mert nagyon sok olyan férfit ismerek, aki fél kimenni az utcára. Tehát, hogy akár egy kisboltba, hogy elviszik katonának. Főleg ugye a fiatalabbik férfiak, az idősebbek is, de a fiatalokon látom azt, hogy ők élni szeretnének, és nem egy háború közepettén meghalni. Tehát látni azt, hogy a férfiak félnek kint sétálni, kimenni az utcára, meg az egyik ismerősöm, ő katonaként, és neki van egy kisgyereke, és őt csak annyira engedték haza, hogy meglássa az újszülött gyerekét, és visszavitték rá két napra. Úgyhogy sajnálatos módon ez itt nagyon szomorú, hogy nagyon sok férfi ugye kijött külföldre, tehát Magyarországra, külföldre, és én egyrésztben meg is értem őket, tehát, hogy kimenekültek, mert ugye az életünk fontosabb bárminél. Ha jól tudom, akkor már lassan egy fél éve, több mint egy fél éve vagy Egerbe. Ez alatt, az idő alatt sikerült asszimilálódnod, beilleszkedned az itteni környezetbe? 9 hónapja van az, hogy itt élek Egerbe, és mivel én egy közvetlen ember vagyok, ezért nekem könnyebb volt beilleszkedni a társaságba. Ugye az is könnyebb volt, hogy ismerősök vannak itt, tehát könnyebb volt így társaságba beilleszkedni. Tehát a munkahelyen is könnyebb volt valamilyen szinten, meg az is adott egy pluszpontot, hogy ugye Egerben ismertem meg a barátomat, és nem először voltam Egerbe már itt. Milyen hosszú távú életet képzelsz el Egerbe, vagy akár Magyarországon, és esetleg tervezel-e hazamenni? Jelen pillanatban tudom azt mondani, hogy Egerbe szeretnék lenni, tehát Egerbe látom a jövőmet, az, hogy ugye most fogom megkapni a diplomámat, és itt próbálok, mint tolmács segíteni akár az ukrán menekülteknek. Tervezek visszamenni Kárpátaljára, viszont ugye, amíg tart a háború, addig biztos, hogy nem térek haza. Tehát saját magamon látom, amikor hazatérek Kárpátaljára, bennem van az ugye, amikor az első légiriadó, amikor hazatérek, hogy hűha, ez most mi, ez olyan fura dolog már. És én úgy gondolom, hogy jelenleg én még Magyarországon szeretnék lenni. Tehát ha véget ér a háború, esetleg lehetséges, hogy hazatérnék a családomhoz. De az ugye attól is függ, hogy itt hogy alakul az életem. Tehát a párommal, vagy akár, ugyebár most Egerben nekem lett egy házi állatom, egy barátom, tehát egy albélet, ahol élek boldogan, úgyhogy szerintem jelenleg még Magyarországon tervezném az életemet. Itt most jelen pillanatban több a lehetőség, mint Kárpátalján, vagy akár Ukrajnában. A következő percekben dr. Vallók Tibor történelem szakos tanárral fogunk beszélgetni. Visszamegyünk az időbe, és kontextusba helyezzük az orosz-ukrán konfliktust. 1989-90-es rendszerváltások után megszűnt a kétpólusú világrendszer, fölbomlott a Szovjetunió, és az Egyesült Államok maradt a legfontosabb hatalmi tényező a világpolitikában. A 90-es évek végét követően ez a egypólusú világrendszer elkezdett átalakulni másfélpólusúvá Kína felemelkedésével, és a 90-es évek végén, a 2000-es években stabilizálódó Oroszország az szintén bejelentette a maga nagyhatalmi igényeit. Tulajdonképpen most már eljutottunk odáig, hogy a putyini Oroszország a Szovjetuniót és a Szovjet Birodalmat szeretné visszaépíteni, és ennek a törekvésnek esett áldozatul tulajdonképpen Ukrajna, amire az orosz vezetés úgy tekint, mint egy saját befolyási övezetére. És 2014-ben ugye elindult már ez a háború, tulajdonképpen ez már 9. éve zajlik a Krimnek az orosz annektálásával, és az oroszok abban látták a lehetőséget, hogy a krimi annexióra nem kaptak határozott nemzetközi elutasítást, pedig ezzel megváltozott a II. Világháború utáni status quo Európában, és úgy ítélték meg, hogy az amerikaiak a 2021-es afganisztáni kivonulás után meggyengültek, katonailag nem cselekvőképesek, a NATO szintén nem, és az Európai Unió pedig a maga föderalista egyeztető mechanizmusaival nem lesz képes gyorsan reagálni, és föltételezték, hogy Ukrajna összeomlik egy orosz katonai támadás után, ami nem következett be, és egy éve tart ez a háború, amit Oroszország nem nyert meg, és jelen állás szerint nem látszik, hogy képes megnyerni. Hogyan befolyásolja a konfliktus a nemzetközi kapcsolatokat? Tulajdonképpen ellentétes hatást ért el az orosz háborús agresszió. Azt föltételezték, hogy ők gyors villámháborúval megbuktatják a Vlodimir Zselenszkij elnököt és az ukrán politikai vezetést, és beültetnek egy szovjet bábállamot, és áthúzzák a saját érdekszférájukba Ukrajnát. Ezzel ellentétesen azt érték el, hogy fölépítettek egy ukrán modern nemzettudatot,
mindenki Ukrajnában gyakorlatilag 95-97%-os támogatottsága van a honvédő háborúnak, az ukránoknak ez egy honvédő háború, és az Európai Unió pedig képes volt összezárni gyakorlatilag minden ország, beleértve Magyarországot is, egységesen támogatja az orosz hatalmi törekvéseknek a megfékezését. Nyilván ebben vannak árnyalatnyi különbségek, de a fő cél, hogy meg kell állítani ezt. Nem lehet ugyanis megengedni, hogy egy hagyományos területszerző háborúval megváltoztassanak kialakult politikai erőviszonyokat, mert hogyha ezt megengedi bárki is egy agresszornak, akkor innentől kezdve legitimálja az összes agressziós törekvést, és ez beláthatatlan következményekkel jár a világpolitikai egyensúly szempontjából. Ön szerint milyen szerepet játszik a média és a propaganda az orosz-ukrán háborúban? Azt gondolom, hogy kiemelt szerepe van, ugye teljesen megváltozott az információs tér, amiben élünk. Van egy nagyon komoly dezinformációs hadviselés is minden szinten, mind a két fél részéről, az orosz és az ukrán fél részéről is. Hát a leggyönyörűbb példája ennek a dezinformációnak, amikor egy hónappal, két hónap ezelőtt az orosz katonai szóvivő bejelentette, hogy több amerikai HIMARS rakétahordozót semmisítettek, mint amennyit az ukránok valóban kaptak az Amerikai Egyesült Államoktól. Azzal világosan minden normálisan gondolkodó embernek tisztában kell lenni, hogy ez egy igazságtalan területszerző és a civilizációt is fenyegető háború, amit meg kell állítani egy agresszor törekvéseit abban, hogy sikeresek legyenek. Miben különbözik a jelenlegi orosz-ukrán háború az eddigiektől? Tulajdonképpen olyan nagyon nagy különbségek nincsenek. Ez egy hagyományos fegyverekkel vívott háború. Jelen állás szerint komolyan nem kell tartani attól, hogy bármilyen értelemben nukleáris fegyvereket használnának a felek. Ugye Ukrajna nem is tud, hiszen ő a budapesti megállapodás szellemében a 90-es évek elején lemondott az atomfegyvereiről. A másik oldalról meg értelmetlen bevetni bármi ilyesmit, hiszen azt a területet lakhatatlanná és használhatatlanná teszi. Tehát ha Oroszország területet akar szerezni, akkor annál jobban, mint ahogy egyébként most is szisztematikusan elpusztítják, semmi értelme nincs elpusztítani, és a saját katonáikat se tudják megvédeni ilyentől, úgyhogy azt gondolom, hogy ettől nem kell tartani. Ez egy hagyományos fegyveres erőkkel vívott háború, és az a nagy meglepetés ebben, hogy az orosz hadsereg sokkal szervezetlenebbül, rosszabb katonai képességekkel rendelkezve próbál meg óriási emberáldozatok árán területfoglalásokat elérni, és Ukrajna esetében pedig van egy technikai és technológiai fölény, tehát látszik, hogy az amerikai és nyugat-európai haditechnikának a fejlettségi szintje az messze meghaladja az oroszokét. Mit gondol a jelenlegi helyzetről, és hogyan látja a konfliktus további alakulását, végkimenetelét? Nagyon nehéz ezt megmondani pontosan. Az most látszik, hogy van egy álló háború. Gyakorlatilag hosszú-hosszú hónapok óta egy város köré összpontosulnak, ugye Bakhmut környékére az orosz-ukrán összecsapások. Persze a frontvonal egészében vannak időről időre kisebb-nagyobb csatározások, de nem tudták elfoglalni most már 8 vagy 9 hónapja ezt a várost az orosz agresszorok. Jelen állás szerint, amíg az Európai Unió, a NATO és az Egyesült Államok egységesen támogatja Ukrajnát, addig Oroszországnak nem látszik reális esélye, hogy bármilyen célt el tudjon érni abból, amit kitűztek. Az, hogy a hadiszerencse hogy alakul és milyen lépések történnek, azt meg most nyilván nem lehet megmondani. Egy dolog biztos, semmilyen értelemben nem volna jó, sőt, kimondottan veszélyes volna a civilizáció léte egészének a szempontjából, hogyha Oroszország győzne Ukrajnában. Tehát az ellenkezőjéért kell szurkolnunk, és ezért kell segítenünk. Következő percekben egy ukrán menekülttel, Júlia Adamenkóval és lányával beszélgetünk. Elmeséli, hogyan érintette városokat a háború, valamint őket, és hogyan érkeztek Egerben, és milyen nehézségekkel kell szembenézniük. Які ваші спогади про 24 лютого 2022 року? Як ви прожили цей день? Я прокинулася збиратися на роботу. Ми майже вже зібралися. Я телевізор майже не вмикала, новісні канали якісь, це була музика, тому я нічого не знала, поки не подзвонила моя колега. Сказала, що збирає речі, почалася війна. Ну, у мене була істерика, я не знала, що мені робити. Ми просто закидали в валізи все, що бачили,
І, мабуть, десь півтори години ми сиділи і чекали. Ну, невідомо, чого ми чекали. Дитину підняли, ми всі зібралися, ми почали міркувати, куди можна поїхати, що далі робити. Ось, ну, перший день війни наше місто не постраждало. Десь через 2-3 години всі пішли на роботу, доньку відвезли до батьків. Тому що, щоб вона була принаймні з кимось в цей час. Чоловік пішов на роботу, я пішла на роботу, і так тривало, поки не затронуло наше місто. Як помінялося ваше життя та життя ваших рідних, друзів після початку війни? Багато хто втратив роботу, багато хто виїхав з країни, врешті потім повернулися багато друзів до нашого міста. Є такі, що залишилися за кордоном, ну, це майже розбиті сім'ї, бо діти не бачать батька, за цей рік ми не бачились. Я не бачила своїх рідних. Те, що там бабусі і дідусі залишилися вдома, ну, періодично життя в підвалах буває. А от ось, навіть, извините. Життя стало з ніг на голову все перевернулося, і все стало інакше. Чи можете трошки розказати про сам подорож, про сам шлях, який був сюди в Егер? Нам запропонували виїхати в Угорщину. Ми знали, що це буде тільки Угорщина, нічого нам більш не говорили. Автобусами ми їхали до Дніпра, там був евакуаційний потяг. Нас було майже 80 чоловік, і ми всі їхали в одному вагоні. 80 людей в одному вагоні, і це було ще мало. Тому що коли розпочалася війна, і люди тікали з міста, там просто, ну, до туалету неможливо було пройти. Люди просто стояли, не було можливості навіть сісти. Ми це пережили, слава Богу. Ми приїхали до ЧОПа, наші прикордонники передали угорським прикордонникам, і тільки тоді ми узнали, що ми їдемо до міста Егер. Ми приїхали майже о 3-й ранку, і куди ми приїхали, ми вже узнали вранці. За цей рік, який ви вже тут провели в Егері, чи ви змогли асимілюватися, привикнути до тутешнього життя? Мабуть, що ні. Мабуть, що ні? Ні. Ну, це дуже, ну, як мовний бар'єр, він заважає цьому повноцінно. Я працюю, дитина навчається, ми гуляємо по городу, ми відвідуємо якісь заходи. Але, ну, дуже заважає мовний бар'єр. Наскільки довготривале життя ви плануєте в Егері або, можливо, десь в іншому місті, в Угорщині? І чи плануєте повернутися в Україну? Я в будь-якому разі планую повернутися до України, але за умови припинення військових дій. Поки тривають військові дії, я не буду вести дитину до України. Це не важливо, буде це центральна, західна чи східна Україна. Скрізь є небезпека. Az ideérkező ukrán menekülteknek segítségre volt szüksége. Az egész város egy emberként fogott össze a megsegítésükre. Az önkéntesek gondoskodtak a menekültek ellátásáról és a programok szervezéséről. Nemesnyi kis Tímea bővebben mesél nekünk a következő percekben arról, miről is szólt az önkéntes munkájuk, valamint megosztja személyes tapasztalatait is. Mik voltak az első benyomásaid, amikor először találkoztál a menekültekkel?
Ugye a 24-e, ahogy elég sok honfitársunkat, vagy honfitársamat, engem is sokként ért. És valóban igaz az, hogy az első néhány nap az nem alvással és a hírek böngészésével telt. Egész egyszerűen nem akartam felfogni, hogy ez előfordulhatott. Aztán elkezdtek szállingózni a hírek a keleti határszér felől, hogy megindult a menekültek áradata, és valahogy segíteni kellene nekik. Ez a gondolat nem csak az én fejemben fogalmazódott meg, hanem pillanatok alatt megalakult egy segítőcsoport itt Egerben, és ez számomra egy óriási élmény volt, ha szabad így fogalmazni ebben a rettenetes helyzetben, mert azt éreztem, hogy valóban megmozdult az egész város, és mindenki segíteni szeretne valahogy. Amikor például föltettem a kérdést, hogy megyek a munkahelyemre Sárospatakra, az egyetemre tanítani, és tudnék egy autónyi adományt vinni a határa, és kiraktam ebbe a segítő csoportba, egy szempillantás alatt 6 autónyi adományt, nagyon komoly értékű adományt sikerült összegyűjteni. Igen, de meg kellett szervezni a szállítást. Kiírtam a csoportba. Nem telt el fél óra, és volt teherautó, amelyik ez elszállította ezt a sok adományt. És hát az első találkozások, azok olyan élmények, amikről így nem nagyon nehéz még most is beszélni, bár én a történetben az a fél vagyok, aki ugye hazamegy utána a jó meleg otthonába, és magához tudja ölelni a hozzátartozóit. De amikor levittük ezeket az adományokat, én akkor találkoztam először ezekkel az emberekkel. Már ahogy jöttek be ugye a határtól, és felállították már a fogadópontot, a szeretett szolgálat munkatársai, de hát nyilván még gyermekcipőben járt az egész történet, és egy emberként mozdult meg az adott falu is, ahova mentünk, és tényleg aki élt és mozgott, az ott volt, hogy segítsen a menekülteken, akiket a helyi közösségi házban szállásoltak el, és ide vittük ezeket az adományokat. És tény és való, hogy azt tartotta bennem a lelket, hogy ott nagyon sok tetterős embert láttam dolgozni, önkénteskedni, akik talán már akkor túl voltak a kezdeti sokkon. Nekem ki kellett fordulni az ajtón, hogy ne sértsem meg ezeket az embereket azzal, hogy elkönnyesedik a szemem, és ne emlékeztessem őket arra a helyzetre, amibe kerültek. És ez egyébként nagyon sokáig még a velük való kapcsolatom vele járója volt, és elég sok időnek el kellett tenni ahhoz, hogy úgy tudjak beszélgetni velük, hogy ne emlékeztessem őket erre a helyzetre. Ez is egy olyan történet volt, ami nagyon meghatározta a későbbi tevékenységemet önkéntesként. Tehát, hogy ugye az ember, hogyha egy picit is belevonódott ebbe a történetbe, akkor meglátta az arcokat és a sorsokat a nagy tömegben. És például Júliáikra visszautalva, ugye amikor lebombázták a Mariupoli színházat, és napokon keresztül nem lehetett tudni, hogy az ő anyósa és apósa életben van-e még. Vagy amikor jött a hír, hogy Júliáik egyik legjobb barátját agyonlőtték, és ez még nagyon-nagyon a történet elején volt. És mi egyszerűen úgy éreztük, hogy nem volt eszköz a kezünkbe, hogy egy kicsit megvigasztaljuk. Mit lehet ilyenkor mondani? Nem voltunk erre felkészítve, nem ilyen irányúak a tanulmányaink. Tehát nyilván, amit mi megtehettünk a nagy ölelésen kívül, hogy egy kicsit próbáljuk elfeledtetni ezekkel az emberekkel a háborús körülményeket. És egyébként, amikor kialakult ez az önkéntes rendszer, és ugye nagyon sok programot szerveztünk az itt élőknek, akkor tudatosan figyeltünk arra, hogy egy kicsit kivonjuk őket ebből a helyzetből. És milyen feladatokat végeztél, vagy végeztetek az önkénteskedés során? Ahogy említettem, fölállt ez a valóban alulról szerveződő önkéntes kis csapat.
És először arra fókuszáltunk, hogy a határa vigyünk adományokat, illetve azokat az embereket segítsük, akik magánszálláshelyekre érkeztek ide Egerbe. A programok más része arra irányult, hogy a várost mutassuk be az itt élőknek. Jártunk az Egri várban, az egri vitézek dísz sorfalat álltak nekik, amikor megérkeztek. Az is egy fantasztikus élmény volt. Bemutatót tartottak a gyerekeknek. Többször jártunk az Egri Egyetemnek az épületében, ugye a Varázstoronyban. Fizikai kísérleteket tartottak nekünk, a Főegyházmegyei Könyvtárban is jártunk például. De arra is volt példa, hogy az egyik önkéntesünk segítségével és az Egri Közösségi Alapítvány támogatásával egy buszt is tudtunk bérelni, hogy egy nagyon szép vezetett túrára vigyük el az embereket. Az orosz-ukrán háború hatásai egyre érezhetőbbek az egész világban, tehát a béke megteremtése továbbra is fontos kihívást jelent az érintett országok, illetve a nemzetközi közösség számára. Reméljük, hogy műsorunkban képet kaphatnak arról, mi folyik a szomszédos Ukrajnában, illetve hogy az önkéntességre mindig szükség van. Arra kérjük a nézőket, hogy lehetőség szerint támogassák az ukrán menekülteket.